Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon. Új hely a kutyamenhelynek és döntés a civilek idei támogatásáról. Egymást követik a motorbalesetek, a biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Intelligens hivatal, Tamásiban rekonstrukció indul a Városházán. Atlétika verseny, országos bajnokságon vettek részt a katasztrófa védelem munkatársai. Hosszú évek után a mostaninál méltóbb helyre költözhet a szekszárdi kutyamenhely. Erről is döntöttek a megyei város közgyűlésén, de téma volt a civil és sportegyesületek támogatása, valamint az általános iskoláskorú gyerekek nyári ellátása is. Összesen 53 napi rendi pontot tárgyaltak a csütörtöki közgyűlésen az önkormányzati képviselők Szekszárdon. Ezek között szerepelt a helyi kutyamenhely sorsa is. Az évente befogott közel 180 ebb tartását ugyanis most méltatlan körülmények között lehet csak megoldani, ezért új helyre kell költöztetni a menhelyet. A létesítményt működtető alapítvány vezetője egyébként az önkormányzat alkalmazottja, és a rezsit is innen fizetik, valamint a használt terület is Szekszárdé. Így nagyjából 12 millió forintot költ évente a kóborkutyákra a megyei város. Most arról született döntés, hogy a menhely az ipari parkból vélhetően ide az egykori sintértelepre költözhet. Méltó helyen legyenek kutyák. Az áros határidő szeptember 31-éig kell találni a hivatalnak közösen az alapítvánnyal megoldást arra, hogy mennyibe pontos számokat, hogy mennyibe fog kerülni, és hogy hol lehet megcsinálni ezt az új kutyamenhelyet, de mondom, szerintem Kecskés úton levő sintértelep a megfelelő hely erre. A képviselők emellett jelentős többletjuttatásról is döntöttek, amit a menhelyet már most is működtető alapítvány használhat fel. A GVB javaslatára még közel 6 millió forintot kapnak az idén működésre. Ez egészen pontosan havi 950 ezer forint plusz pénzt jelent a kutyamenhely számára. A közgyűlés bizottsági kereteit is sikerült felosztani csütörtökön, így semmi akadálya, hogy 50 millió forintból idén is támogassa az önkormányzat a helyi sport és civil szervezeteket, valamint egyesületeket. Az Oksi 27 millió forintot, a KCV 20 millió forintot és a Szeköv 3 millió forintot kapott most ebből a lehetőségből, ez összesen 50 millió forint. A képviselők viszont nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy évközben még plusz forrás különítsenek el a Szekszárdon működő civil és sportegyesületek számára. Az általános iskolások nyári felügyeletéről is szavaztak a képviselők. Jó hír, hogy a gyerekekre idén is vigyáz az önkormányzat, ha a szülők azt kéri. 3 évvel ezelőtt én hívtam fel az önkormányzat figyelmét egy Erzsébet táborra, egy napközis Erzsébet tábor lehetőségére. Nagyon rövid ideje volt akkor a hivatalnak pályázni, de pályáztak a kollégák, és nyertünk néhány hétre ugye támogatást. Most nyáron ugyanennek a pályázatnak köszönhetően ismét táborszerű nappali ellátást biztosít a tanulók számára a város. Ez azt jelenti, hogy a napközis táborokban a program sokkal színesebb tud lenni. Most harmadik éve pályázunk, az összes hétre megpályázta az önkormányzat elbírálás alatt, de reméljük, hogy nyer a pályázat, és akkor megint csak színesebb programot tudunk a táborban résztvevő gyerekeknek biztosítani. Zaják Rita a közgyűlés után arról is beszélt, hogy a jövő héten sajtótájékoztatón számol be arról, mit tud tenni az önkormányzat a Szekszárdon hetek óta időnként érezhető szakhatás ellen. Betört autószélvédők és ablakok, megrongált redőnyök és letarolt kertek. Ilyen nyomokat hagyott maga után a Tolna megyét szerda este elért égeső. A legnagyobb károk Bátaszék és Alsónyék térségében keletkeztek. A nagyjából 15 percig tartó intenzív jégverés alatt volt, amikor golflabda méretű jégdarabok hullottak. Országosan egyébként Kaposvár környékén keletkezett a legtöbb káreset. Tolna megyében a tűzoltóknak több mint egy tucat esethez kellett vonulniuk. Sűrű napon vannak túl a hivatásos tűzoltók Tolna megyében. Tegnapi nap folyamán 15 esetben kellett műszaki mentéshez vonulnia. Ezek főleg a viharkárok okozta, különböző fakidőlések voltak, faág leszakadások, valamint a tetőhíjazatot több helyen is megbontotta ez a viszontagos időjárás. Volt, ahol forgalmi akadályt képeztek a kidőlt fák, tehát vagy járdára, vagy úttestre dőltek rá, és ahogy már említettem, tetőszerkezeteket bontott meg az erős szél, valamint a jég.
Tovább emelkednek a bérek. Márciusban már 511.400 forint volt a bruttó, 352.200 forint pedig a nettó átlag keresett idehaza. Ez 17,5 illetve 18,1%-os növekedést jelent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez elsősorban a már részben előre ütemezett béremelések, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelése járult hozzá. A hőmérséklet mellett a motoros balesetek száma is emelkedett Tolna megyében, ezért a rendőrség biztonságos, körültekintő közlekedésre hívja fel a figyelmet. Fontos, hogy a motorkerékpárosok az első út előtt felkészítsék magukat és a járművöket egyaránt. A jó idő beköszöntével egyre többen vannak az utakon, ebből nem kevés a motorosok száma. Bár védőruházatot viselnek, mégis ők a legkiszolgáltatottabbak a forgalomban. Az elmúlt napokban 3 baleset is történt. Többek között Tolnán egy segédmotoros közlekedett a biciklisávban, amikor kanyarodás közben elütötte egy 36 éves helyinő. A gázolóról kiderült, hogy ittasan vezetett. Az elmúlt napok baleseteiben ugyan nem a motorosok voltak a hibások, de ennek ellenére fogadják meg a tanácsainkat. Mielőtt motorral elindulnak, minden esetben ellenőrizzék a járműnek a műszaki dolgait, hogy olyan járművel induljanak útnak, amivel biztonságosan haza is érhetnek. Útkereszteződésekben különösen figyeljenek arra, hiszen a kanyarodó személyautók nem minden esetben észlelik az előttük lévő motorost. Továbbá tartsák be a közlekedési szabályokat és figyeljenek mind az autós és gyalogos, mint pedig a kerékpáros és motoros társaikra. Magukat is fel kell készíteni a pár hónapos kihagyás után, ugyanis megnő a kockázat a reflexek tompulása miatt. Segédmotoros kerékpárra is ugyanolyan vezetői engedély szükséges. Ez azt jelenti, hogy azok a járművezetők, akik ilyen közlekedési eszközzel haladnak, nekik ugyanúgy szükségük van vezetői engedélyre. Csak bukósisakban indulhatnak útra, és a járművükre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. Ugyanez vonatkozik azokra a rollerekre, valamint azokra az elektromos kerékpárokra, amelyeknek a teljesítménye meghaladja a 300 wattot, hiszen ezek a járművek innentől ugyanúgy segédmotoros kerékpárnak minősülnek. Fontos tehát, hogy a szezon első útja előtt a motorosok felkészítsék a járművüket, ellenőrizzék a motorkerékpárok műszaki állapotát, ezt követően pedig óvatosan, körültekintően közlekedjenek az utakon. Továbbra is csökken a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, ezt a Nemzeti Népegészségügyi Központ közölte. Kiemelték Budapesten, Szekszárdon, Egerben, Kecskeméten, Székesfehérváron és Tatabányán mértek kedvező adatokat, a többi település mintája stagnál. Teljesen megújul hamarosan a Városháza és a környékén levő tér Tamásiban. A fejlesztés nem csak az épületet és a környezetét, hanem például az informatikai eszköztárat is érinti. A munkálatok az első számítások szerint évekig elhúzódnak majd. Ilyen képet mutat ma Tamási Város polgármesteri hivatala. És ilyen lesz, amikor véget ér az intelligens hivatal pályázat. Az elkövetkezendő években az átalakulás nem csak az épület látképében és a belső tereiben megy végbe, de érinteni fogja a környezetét, no és a hivatal teljes számítógépes rendszerét is. Az intelligens hivatalnak az előkészítését, az építési engedélyezési terveit, kiviteli terveit meg tudtuk kezdeni, és az idejében pedig a közbeszerzési eljárást is meg tudtuk indítani. A fejlesztési folyamat érinteni fogja majd az energetikai rendszert is, és az épületen belül helyet kap majd egy úgynevezett városablak is, mely a kormányablak mintájára szolgálja ki az ügyfeleket, és ahol a közszolgáltatással kapcsolatos ügyes-bajos dolgaikat intézhetik. Az építkezés azt is jelenti, hogy hamarosan a Városháza minden dolgozójának új helyre kell majd költözni az átmeneti időre. Az idei év közepén, nyár végén megkezdődhet a kivitelezés, és ez másfél-két évet fog jelenteni. De erre is előkészültünk az idei év során, minden ügyintézőnknek megvan a megfelelő hely. Azok, akik ügyfeleket fogadnak, azok természetesen a városközpontban kapnak helyet, ott kerestünk nekik helyet. Elérhetőek lesznek, megközelíthetőek lesznek, tehát az ügyfelek ebből nem fognak semmi hátrányt érezni, hogyha mi ebből az épületből elköltözünk. Ha minden a tervek szerint zajlik, 2 év múlva egy megújult városközpontban a műemléki védettség alatt álló épület jellegének megőrzése mellett a kód követelményeinek megfelelni tudó korszerű polgármesteri hivatala lesz Tamási városnak. 40%-kal drágulhat a dinnye. A kilónként jára várhatóan a főszezonban sem csökken 170-180 forint alá.
Tavaly belföldön 3500 hektáron termesztették a gyümölcsöt, idén viszont a munkaerőhiány és az értékesítési bizonytalanság miatt alig 3000 hektáron. A termelés, a szállítás, illetve a munkaerő költségeinek emelkedése szintén áremelkedést okoz. Számos dinnyetermelő átért a szántóföldi gazdálkodásra, mivel a gabona nagyon felértékelődött az orosz-ukrán háború kitörése óta. Országos katasztrófavédelmi atlétika versenyt rendeztek Szekszárdon. A megmérettetésen 19 megye közel 250 indulója vett részt. Egy ilyen sporteseménynek, amely ugye a katasztrófavédelem országos teljes személyi állományát gyakorlatilag áthatja, átszövi, mind lélekben, mind pedig fizikailag testben, ez nagyon fontos kihívás jelent, és egy nagyon-nagyon fontos üzenete van. Mégpedig az, hogy érezzük magunkat jól. Ezzel a felhívással nyitotta a sportnapot Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője. Hozzátette, örül, hogy az országos strandfoci, asztali tenisz és íjász bajnokság után atlétikai versenynek is otthont adhat Tolna megye. 19 megye és Budapest fővárosról érkeztek csapatok, valamint még a katasztrófavédelmi oktatási központ és a gazdasági ellátók központ is képviselteti magát. Tehát 22 csapat, 245 versenyzője méri össze egy fizikai, szellemi tudását. Többek között súlylökésben is indulhattak az ország legsportosabb tűzoltói a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által rendezett atlétikai versenyen. A megmérettetésre eddig minden évben Somogy megyében került sor, ám ez alkalommal Szekszárd látta vendégül a sportolókat. Turcsán Tamás, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság csapatának vezetője elmondta, 400 és 1500 méteres futásban áll rajthoz, ahol a legjobbat próbálja magából kihozni. Bízik a csapat a sikeres szereplésében, és érmeket vár a kollégáitól is. A csapatunk most elég népes, szerintem idén jöttünk össze legtöbben rá. Pontosan nem tudom, hogy hányan jöttünk, de idén vagyunk a legtöbben, az biztos. A hangulat az egész jó. Összejött mindenki, jó a színvonal is. Szerintem egy jó verseny lesz. Nacho Emese úgy nyilatkozott. Ez a második atlétikai verseny, amin részt vesz, tavaly Kaposváron állt először rajthoz. Reményei szerint 400 méteres futásban a legjobbak közé is bekerülhet. Úgy tudom, hogy minden versenyszámban képviselteti magát az igazgatóság. Vannak olyan kollégáim, akik első-második helyen szoktak végezni, úgyhogy szerintem ez nagyjából most is így lesz. A legjobban teljesítő versenyzők pontokkal gazdagodnak, melyekből az évvégi összesítés után rangsort állítanak fel. Az értékes díjakból sportszereket és egyéb eszközöket lehet vásárolni. Regionális híreink következnek. Kígyók az óvodában a felelős állattartásra nevelik a gyerekeket. Siklósra várják a büntető lövőket, csatlakozott a 11-es rugóbajnoksághoz a város. Nemzetközi viadal a lovasport szerelmesei mérték összetudásukat. Igazán különleges és ritka állatokkal is megismerkedhettek a kaposvári gyakorló óvoda kicsinyei. Az élménydús foglalkozás egyfelől a természet védelméről, másrészt a felelős állattartásról szólt. Ez pedig úgy hívják, hogy sárgafülű ékszerteknős. Ez a sárgafülű ékszerteknős, ez amikor a boltokban lehet kapni, akkor ilyen pici. És hogyha jól tartják, akkor egy 5 év alatt megnő ekkorára. A teknősökkel ismerkednek ezek a gyerekek a Mate Kaposvári kampuszának a gyakorló óvodájában. A gyerek hét keretein belül olyan különleges állatfajokat mutattak be nekik, amelyekkel a mindennapi életben csak ritkán találkozhatnak. Nagyon sok előítéletet adunk sajnos mi felnőttek a gyerekeknek azzal, hogy azt mondjuk, hogy ezek undorítóak, megharapnak, megmarnak, ne nyúj hozzá. Meg kell ismerni ezeket az állatokat, és az a célunk, hogy itt lássák, azok a szakemberek, akik foglalkoznak velük ezekkel az állatokkal, azok mindennapi jól használható ismereteket adjanak a gyerekeknek. Az ovisok minden állatot szívesen megsimogattak, a bátrabbak a kígyót is a nyakukba vették. A program felejthetetlen élményt nyújtott számukra. Szeretem az állatokat, nekem is van otthon. Na mi ez? Majdnem. A szakemberek a legfontosabb tudnivalókat is elmesélték a bemutatott állatokról. Például erről a 4 éves varánuszról.
Egyszerűen tartató, egy olyan viszonylag nagy hely szükséges neki, de konkrétan bármit megeszik, főtt tojást, csirkemell, fűrtojás, minden, ami hús eredetű megeszi. Hivatalosan rovarevő, de nem válogat, tehát a vadonban sem szokott. A tegnapi gyermeknapon a többi között boát, pitont, hegyi agamát és egy mexikói kétéltőt is láthattak az ovisok. 24 óra egy kötelezően megjelenítendő elem, 1 perc. Ezek a legfontosabb kritériumok az idén először induló Baranya filmmaratonon. A Forgassa Földért elnevezési programon alapuló kezdeményezés célja a baranyai értékek bemutatása. Ebben bárki részt vehet, csupán egy 1 perces filmet kell készítenie mindössze 24 óra alatt. Részlet egy díjnyertes videóból, amely a Forgassa Földért elnevezésű versenyre készült az idei évben. A megmérettetés mintájára most újabb lehetőséget kapnak azok, akik szívesen készítenek videós tartalmakat, akár amatőr, akár profi szinten. Baranya Filmmaraton címmel indul ugyanis egy új filmkészítő verseny, melynek központi témája a megyei értékek. A Forgassa Földért nemzetközi versenyt felkaroló Pécsi Egyetem is részt vesz a szervezésben. Egy nap alatt kell egy egynapos filmmaraton keretében egy 1 minutumnyi alkotást valamilyen értékről megjeleníteni. Mobiltelefonnal, videókamerával, bármi mással meg lehet örökíteni ezeket az értékeket. Ezek lehetnek egyébként képi, zenei munkák, lehetnek egyéni, kollektív munkák. A felmérések szerint naponta 100 percet töltünk az interneten rövid filmek nézegetésével, soha nem volt még ennyire népszerű a rövid filmkészítés, mint napjainkban, hangzott el a tájékoztatón. Éppen ezért korhatár nélkül bárki nevezhet a versenyre, sőt technikai megkötés sincs. A szabályzat viszont szigorúan kimondja, hogy az alkotásoknak Baranyában kell elkészülniük, méghozzá 24 óra alatt. Ezt garantálja az is, hogy a szervezők egy kis csavarral készülnek. Ehhez ugye a rajt pillanata az 11-én szombaton délelőtt van, és az interneten megjelentetünk délelőtt 10 órakor 3 olyan elemet, témaelemet, amiből egyet be kell építeni a filmbe. És nem csak egy ilyen pillanatra be kell villani, hanem valahol a történetnek a részének kell lenni. Azt még nem tudni, hogy mi lesz ez a 3 elem, de a szervezők bíznak abban, hogy nagy érdeklődés övezi majd a versenyt, amely június 11-én és 12-én lesz. Az pedig, hogy milyen értékekre szeretnék a jelentkezők felhívni a figyelmet, szintén nincs megszabva. Itt gondolunk szellemi értékekre, gondolunk az épített környezeti értékeinkre is, és miután a mecsek déli lankáinál helyezkedik el Baranya megye és Pécs városa megyeszéke, így természetesen a természeti értékeink bemutatását is várjuk ezeken az alkotásokon keresztül. A kezdeményezés célja többek között a fiatalok helyben tartása, illetve hogy Baranya több figyelmet kapjon és erősödjön a megye pozíciója. A verseny végén egyébként a győztes 500 000 forint jutalomban és tárgynyereményben részesül, a legjobb filmek alkotóit pedig az egyetem fogja menedzselni a későbbiekben. Idén is megrendezik az országos 11-es rugó bajnokságot hazánkban. Ez már a második esemény sorozat, ahol kipróbálhatják magukat a jelentkezők a büntetőpont mögött. Az egykori válogatott Király Gábor kezdeményezésére indult el ez a sportos próbasorozat. Siklós most kapcsolódik be a 11-es rugó bajnokságba, így vasárnap délután várják a benevezett versenyzőket a baranyai kisvárosban is. 11-es rúgás, ennek a különleges műfajnak a hangulatát adja vissza az országos kezdeményezésű 11-es rúgóbajnokság. Siklós is csatlakozik a kezdeményezéshez. A 11-es rúgóbajnokság idén második alkalommal kerül megrendezésre. Tavaly volt az első sorozat, ami tudni kell és illik róla, hogy a 108-szoros válogatott Király Gábor az eseménynek a fővédnöke. Országszerte nagyon-nagyon sok helyszínen zajlik. Többek között ugye most vasárnap 3 órai kezdett el majd Siklóson. Mi úgy kapcsolódtunk a dologba, tulajdonképpen egyszer véletlenül bukkantam rá erre a lehetőségre, és úgy gondoltam, hogy Siklós városában is érdemes egy ilyen kezdeményezésnek nekiállni. Jelentkezni egészen vasárnap délután 3-ig lehet, mondja a siklósi szervező. A fődíj 1 000 000 forint. Nemzetközi lovastorna versenynek adott otthont a Kaposvári Pannon Lovas Akadémia. A rangos viadalra 11 országból érkeztek versenyzők. Nemzetközi mezőnyt láthatott vendégül a Somogyi megyeszékhely a hétvégén. Az indulók nagy része az ugyancsak Kaposváron sorra kerülő junior és ifjúsági Európa-bajnokságra való kijutásért pattant lóhátra.
Ez a mostani CVI egy nagyon fontos rendezvény számunkra, hiszen ez a főpróbája a július végi Európa-bajnokságnak. Most már ugye 4 évvel ezelőtt rendeztünk utoljára ilyen nagy versenyt, úgyhogy egy kicsit izgalommal vártuk, de úgy néz ki, nagyon jól összeállt a rendezőcsapat. Nagyon sok versenyző jött, ami számunkra egy kicsit meglepetés volt, úgyhogy itt meg is kellett hosszabbítsuk a versenyt 4 naposra, hiszen annyi nevezés érkezett, úgyhogy azt hiszem, hogy most már mondhatom, hogy minden készen áll a július végi EB-hez. A magyar lovastornát kifejezetten fiatal versenyzők képviselték a hétvégi seregszemlén. Nem olyan rég mentem a 2. fordulómat, szerintem majdnem mindent, amit tudtam, be tudtam mutatni, és elég jól sikerült. Egyelőre még nincs meg a kvalifikációs pontom, de szerintem még a következő versenyekben ez benne van a pakliba. Nagyon szeretnék kijutni, és szerintem reális is. Noha ez a verseny nem rájuk volt kihegyezve, számos felnőtt is megmérettette magát a Lovas Akadémia porondján. Egyelőre nem sikerült a legjobb formámat hozni, az első fellépésem kifejezetten a gyengébb produkcióim közé tartozik, mert valami nem volt rendben a zenével, és amiatt a ló a szokásosnál gyorsabban ügetett. Ezzel együtt lehetett volna rosszabb is, jelenleg 2. vagyok, és már várom a következő szereplésemet, mondta el kérdésünkre az egyik cseh versenyző. A számos dobogós helyezést felmutató magyar delegáció nem zárta sikertelenül a 4 napos viadat. A hazai pályán versenyző lovas akadémia is jó szerepelt, a kaposvári lovastornászok junior csapat kategóriában a 3. helyen végeztek. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Közgyűlés Szekszárdon. Új hely a kutyamenhelynek és döntés a civilek idei támogatásáról. Egymást követik a motorbalesetek, a biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Intelligens hivatal, Tamásiban rekonstrukció indul a Városházán. Atlétika verseny, országos bajnokságon vettek részt a katasztrófavédelem munkatársai. Pénteken délelőtt is nagyrészt napos, nyáriasan meleg, kissé füllett idő érkezik. Délután hidegfront közelít, nő a légköri labilitás, gomoly felhősödés és elszórtan kialakuló záporok, zivatargócok várhatóak. Elvétve heves zivatarok kialakulásához kedvezőek lesznek a légköri feltételek. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!